Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túl Hírmondó című műsorunkat látják 2021. július 14-én szerdán. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Strandparti. Kuborka helyzete. Július 8-án kerül sor a Mezőtúri Városi Nyugdíjas Klub szervezésében a Városi Strandfürdő területén a Strandparti elnevezésű rendezvényre. A helyszínen Szűcs Dániel, a polgármester és Varga Antalné klubvezető nyilatkoztak a részletekről. A Mezőtúri Városi Nyugdíjas Klub szervezésében kerül megrendezését a Városi Strandfürdő területén Strandpartira. Mit tudhatunk ennek a részleteiről, illetve a rendezvényről? Egy hagyományos rendezvényről beszélhetünk, ami az elmúlt évben sajnos elmaradt, ugye a koronavírus járvány miatt, mint oly sok rendezvény. Pont a megnyitóban is említettem, hogy több mint kettő évvel ezelőtt volt legutóbb ez a strandparti megrendezve, akkor sajnos az időjárási körülmények között nem is tudott itt a strand helyszínül szolgálni, úgyhogy különös öröm számomra, hogy a mai napon végre ilyen csodás időben lehetnek újra itt a nyugdíjasok a Mezőtúri Városi Strandfürdőben, amit különösen szeretnek, és az egyik legkedvesebb programjuk a nyugdíjas rendezvények közül. Úgyhogy nagy örömmel érkeztem a mai napon, és hát nagyon pozitív visszacsatolás volt rögtön az érkezés követően, hogy ennyi mosolygós arcot láthat végre az ember egy-egy ilyen közösségi rendezvényen. Ez ugyebár, hogyha az élet normál kerékvágásban menne, akkor nem lenne olyan furcsa az embernek, hogy egy-egy ilyen rendezvényen jelen lehet, vagy közösségben lehet az ember. Ellenben fontos hangsúlyozni azért, hogy egy olyan nehéz időszak után vagyunk túl, amikor semmilyen ilyen rendezvényt nem lehetett tartani. Sokak nem látták egymást jó pár hónapja, nem tudtak beszélni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom lesz a mai nap arra, hogy újra beszélgethessenek a nyugdíjasok, kibeszélhessék az elmúlt időszaknak a történéseit, tényleg a hűs fák alatt átbeszéljenek egy jó történetet, vagy éppen a büfében az unokákról megbeszéljék a tudnivalókat, kivel mi történt az elmúlt időszakban. Úgyhogy tényleg örülök annak, hogy ez a rendezvény megvalósulhatott. Önkormányzatunk részéről igyekszünk a lehetőségekhez mérten folyamatosan támogatni mind a nyugdíjas klubokat, mind minden más civil szervezetet Mezőtúron. Ez most a 2021-es évben sincs másként. Az elmúlt évekhez hasonlóan külön a költségvetésben elkülönítettünk egy nagyobb összeget a civil szervezeteknek a támogatására, így különösen figyelünk a továbbiakban is, így idén is a nyugdíjas szervezeteinknek a támogatására. Igyekszünk minél több támogatást adni abban, hogy minél több ilyen rendezvényt le tudjanak bonyolítani, hiszen azt gondolom, hogy a megérdemelt nyugdíjas éveknek akkor lehet minél nagyobb tartalmat adni, hogyha ilyen rendezvényeket tudunk támogatni mi is az önkormányzat részéről. Úgyhogy azt tudom mondani a mai napon is, polgármester úr nevében is, hogy a későbbiekben is Mezőtúrváros önkormányzata azon lesz, hogy ezeket a rendezvényeket a lehetőségek mentén minél jobban támogassa. Azt pedig külön köszönöm, hogy a Mezőtúri Strandfürdő az a mai napon is rendelkezésre áll, hogy az intézményellátó Kft. Dolgozóinak is köszönettel tartozunk. Látszik, hogy egy nagyon jó nap elé néz a ma itt lévő közösség, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai napra. A Mezőtúri Városi Nyugdíjas Klub szervezésében kerül sor július 8-án itt a Mezőtúri Városi Strandfürdő területén a Strandpartira. Mit tudhatunk ennek a rendezvénynek a programjairól? Hát ezt a Strandpartit immár 8. alkalommal szervezzük meg. Hát a programban ugye sok minden játékok szerepelnek, reméljük, hogy ez most is így lesz, meg minél többen vesznek részt rajta, és ugyanúgy jutalmazunk is ezeket a játékokat. Amint a köszöntőmben is mondtam, különböző játékok lesznek, ügyességi játékok, akkor labdajátékok. Tehát készülünk egy kicsit, hogy az idősebb korosztályt feldobjuk valamilyen játékkal, visszamegyünk egy kicsit a fiatalkorunkba, aztán reméljük, hogy sikerül a programmal, meg ebben az egész napi rendezvényen egy kellemes napot eltölteni így együtt. Ha jól tudom, a klubnak 2021-ben ez az első rendezvénye, hogyan telt az elmúlt időszak? Igen, ez az első összejövetelünk. A
farsangi bállal szoktuk tulajdonképpen indítani a rendezvényünket, ami februárban szokott megjelenni, de ez már 2 éve ugye a Covid-járvány miatt elmaradt. És ezt az első rendezvényt, megmondom őszintén, nehéz volt elindítani. Mert azért vannak még idősebb emberek, meg van olyan klub, akik nem is mertek jelentkezni, meg félnek még a járvány veszélytől. Tehát nehéz az elindulás. Reméljük, hogy 2022-re talán ez a járvány már csökkenni fog, és akkor visszatérünk az eredeti mederbe, ahogy rendeztük. Reménykedünk. A mai napon hogyan tervezik a rendezvényt, meddig fognak itt tartózkodni? Hát a tombola húzás után, ami 2:30 körül, vagy 3-ra mondjuk végeznénk, de aki szeretne még fürdeni, még kint maradni, az 6 óráig még a strandfürdő területén maradhat, tehát nyugodtan hűsölhet a kellemes vízbe, és eltölthetik ezt a mai napot. Mit tudna elmondani a strandpartinak a fő támogatóiról? Hát a fő támogatónk ugye az önkormányzat. Minden évben tőlük kapunk erre a rendezvényre támogatást. Próbáljuk úgy összehozni a dolgokat, hogy ebbe a támogatásba a mezőtúri klubok, a mezőtúri nyugdíjas klubok tagjai, minden tagja tudjon részesülni. Hát ugye mindenki persze nem tud részt venni, de nagyon sok klubnak tudunk segíteni ezzel a támogatással. És ezzel a támogatásért csak köszönettel tartozunk, hogy így meg tudjuk szervezni ezt a rendezvényt. Az elmúlt időszakban is történtek változások a Kóborka állatotthon életében. Varga Katalin elmondta, nemrégiben meglátogatta őket a Német Partner szervezetük néhány tagja, akik egy egész héten át segítettek az állatotthon dolgozóinak, valamint hozzátette, sajnos a napokban jött egy nagy vihar, ami 3 fájukat is kicsavarta, így szívesen fogadnak majd az őszi időszakban facsemetéket ezek pótlására. A Kóborka állatotthonnak megújult a kerítése, itt a bejárat nagyon szép, színes lett. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Nem csak a kerítésünk, hanem ha oda pillantunk ott arra a kis házikunkra, kívülről az is teljesen megújult. Köszönhetjük ezt egy német partnerszervezetnek. Egy hetet töltöttek itt mezőtúron egy német férfi a feleségével, egy német hölgy, és jött Kecskemétről az örökös kóborkás tagunk, a Juli, aki német szakos nyelvtanár, tehát ő mindig az összekötőnk és a nagy segítőnk. Itt töltöttek egy hetet, saját költségükön aludtak az egyik része a főiskolának a szállójában, a házaspár pedig a nemzeti szállóban. Mindent hoztak magukkal, a festéket, a szerszámokat, a faanyagot oda a házra, vakolóanyagot, ami bevakolták, az eszközöket. Tehát döbbenetes, hogy eljönnek 1000 kilométerről egy hatalmas utánfutóval, csak azért, hogy nekünk a mezőtúri kóborkának segítsenek. És hát ugye látjátok, hogy kicsit megfiatalodott a kapunk is. Időszerű volt már, mert annak idején még talán a 2010-11-es évben festettük le egyszer, és azóta nem volt lefestve. Régóta működik együtt a Kóborka a német partner szervezetével. Hogyan tudná értékelni az elmúlt időszakot e tekintetben? Ha ők nem lennének, talán mi sem. Olyan rendkívüli nagy erővel segítenek, két kezükkel, anyagilag sokszor, ha megszorulunk már orvosi költségekben, akkor segítenek azoknak a kifizetésében is. Tényleg nagyon sokat számíthatunk rájuk. És most, hogy volt ez a vihar, ami 2 nappal ezelőtt, rögtön, akkor az előző nap utaztak vissza, és már jött a kérdés, hogy milyen kár történt, esetleg tudnának-e segíteni. És akkor itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ami nagyon-nagyon szomorú, hogy 3 olyan fánk kidőlt, kifordult gyökerestől, amik már hatalmas lombot adtak a menhelyre, és bizony most ez nagyon nagy gond, mert
ebben a tűző melegben ezek a kutyák, akik itt ezen a környéken vannak, ők most nehezebben tudnak elbújni árnyékos részre. És ezért szeretném kérni Mezőtúr lakosságát, ha tudna nekünk segíteni abban, hogy nagyméretű vásznakat, vagy ilyen lepedő méretű lepedőket, vagy ágyneműt, amit még kinyitva, szétnyitva föl tudnánk tenni úgy a kenelek köré, hogy több árnyék jusson a kutyákra, azt mi nagyon megköszönnénk. Jelenleg hány kutya tartózkodik a menhelyen, illetve hogyan viselték a vihart? 80 fölötti a létszámunk, most a németekkel 3 kis drágánk kiutazott Németországba gazdához. A vihart ők mindig úgy viselik el, hogy egy részük bebújik a kutyaházba és bent retteg, egy másik részük hangosan ugat, és van néhány kutya, aki azért úgy különösebben nekik nem jelent gondot, de azért általában félnek. Nem, nyilván, mikor nagyon zuhogott, akkor mi sem tartózkodtunk közöttük, de szerencsére innen elmenekülni nem tudnak, úgyhogy biztonságban vannak. Említette, hogy 3 fa is kidőlt itt a menhelyen. Történt esetleg sérülése a kutyáknak ezáltal? Jaj, nagyon-nagyon megijedtünk, mikor kijöttünk másnap, és rögtön láttuk, hogy a fák teljesen földig leborultak, illetve volt, ahol nem földig. Az egyik fa az letörte a kenel soron lévő tetőnek, palatetőnek egy jó nagy darabját. Másik 2 az úgy dőlt el, hogy nagy szerencsére kutyák nem sérültek meg, és a kenellek sem törtek össze, tehát a kerítés is éppen maradt. Ezt a pala részt kellene nekünk most valahogy újra megcsinálni. Tudjuk, hogy a pala az már most egy káros dolog, de csak azt szeretném kérni, ha valakinek lenne épp palája, vagy 2 darab, amit hasonló hullámzású, ehhez én nem értek, de ha ide valaki kijönne és megnézni, és tudna nekünk adni, hogy föltegyük oda, mert csak 2 méter, körülbelül 2 méter szakaszon tört le a pala, akkor azért nagyon hálásak lennénk. Említette, hogy a németekkel most jelenleg is 3 kiskutya utazott ki, illetve már többször került Németországba a mezőtúri menhelyről kiskutya örökbeadásra. Nekik a jövőjét hogyan tudják nyomon követni? Amikor mi legelőször Németországba kiadtunk kutyát, szívszorítva engedtük el őket, pedig biztosítva voltunk Júli által, hogy jó helyre kerülnek, és fogunk róluk hallani. És most már teljes mértékig 100%-osan nyugodtak vagyunk, mert folyamatosan kapjuk róluk a híreket. Sőt, ha valakiről régebben kaptunk hírt, akkor szólunk Julinak, és ő már küldi is a frissebb képeket a kutyákról. Tehát biztonságban vannak, élnek, megvannak, szeretetben vannak. Többet mennek kirándulni, mint én, tengerpartra járnak, kirándulnak az erdőben, tehát nagyon szép életük van. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel, majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!